az orosz hadsereg katonái segítik az épületek fertőtlenítését Észak-Olaszországban, a koronavírus járvány egyik gócpontján. Az olasz kormány április 13-áig meghosszabbította a kijárási tilalmat. Az utóbbi 10 napban az újonnan beazonosított fertőzöttek száma nem emelkedett számottevően, és a kórházi kezelésre szorulók aránya is visszaesett. Giuseppe Conte miniszterelnök hangsúlyozta, ha az adatok javulnak, ha a szakemberek engedik, elkezdik enyhíteni az óvintézkedéseket, de azt nem tudja megmondani, hogy ez mikor lesz, április 14-től vagy később. Spanyolországban egy állatorvosokból álló csapat is beszállt a koronavírus tesztelésbe. A váladékmintákat a madridi egyetem laborjaiban vizsgálják. Közben Törökország bejelentette, hogy maszkokat, védőruházatot, fertőtlenítő folyadékokat és más orvosi eszközöket szállít Olaszországnak és Spanyolországnak. Franciaországban vonattal szállítottak el több fertőzöttet Párizsból bretagne-i kórházakba, hogy enyhítsék a nyomást a fővároson. Szerdán több mint 500-an vesztették életüket a COVID-19 miatt. Franciaországban harmadik hete tart a kijárási tilalom. Édouard Philippe miniszterelnök azt mondta, hogy keresik a lehetőséget a korlátozások feloldására. Keresik, hogyan lehetséges legalább régiónként bevezetni az enyhítéseket. Az is lehet, hogy a tesztelés után korcsoportonként fogják feloldani a korlátozást, de még nem tudják pontosan. A koronavírus járvány egyre terjed az Egyesült Királyságban is. A betegek szállításában a légierő is részt vesz. Szerdán több mint 500-an vesztették életüket, eddig ez volt a legmagasabb szám. Wembleyben egy bútorüzlet parkolójában állítottak fel tesztközpontokat. Az egészségügyi világszervezet eddig nem tartotta szükségesnek az egészséges emberek számára a maszk viselését, de mivel egyre több a tünetmentes vírushordozó, átgondolják a maszk viselésének fontosságát.